Na hallóka, tudom, hogy geci régen volt. Aztán már replayt ezzel az útról szarral. Csak hogy mennyire van beállítva jó tanknak ez a szar. Egyáltalán nem az. Nem tudom, kicsit beletekerek. Fingom sincs, hogyan kell gyorsítani, úgyhogy csak így lépkedek vele. Felvettem ezt a pozíciót. Mondom, lövöldözik a sárfutúrt. Itt kezdődik a móka. És aki fülhallgatót fog használni, azt előre sajnálom, de üvöltözni fogok, mert ezt anélkül nem lehet kibírni ezt a tankot, hogy ne üvöltözzi. Előbb majdnem eltörtem a székemet. De ez részletkérdés. Tehát ott a Centurion. Elsőre belelőttem. Itt azt hittem, hogy fogom, leveszem a gatyámat és leszopom magamat, hogy elsőre eltaláltam ezt a szart. Azt hiszem talán még a másodikat is talán betaláltam, és utána kezdődik a szopatás. A második meccs az meg egy abszolút szopatás lesz, tehát Tier 8-ba, 6-os tankok ellen. Olyan ritka szarokat lőttem, hogy összefosod magadat. Faszba kell pörgetnie így? Oké. Ja igen, itt eltaláltam. Hoppa, és fejlem belesítottam, leszarom. Tehát eltaláltam, örültem magamnak. És itt csak nézd. Tehát izé faszom. Várja. Belelőttem a földbe, baszd meg! Vágod? Jó, oké. Itt azt hittem átbaszom az egeremet a szoba másik végébe. Jó, semmi baj. Előfordulnak az ilyenek. Ha nem átcrosszolok, és akkor ez majd úgy jó lesz. Itt már nem mertem ellőni egy izét, egy szabadlövést. Figyelj! Hova a faszba ment a lőszer? Jó, oké. Ez se baj. Semmi probléma. Bárkivel előfordulnak ilyenek. Mindjárt kapok egy puszit az TVP-től, vagy ami a faszom Skodától. Hozzáteszem, amikor én használtam azt a tankot, akkor is fel akartam gyújtani az egész lakóvezetet vele együtt. Nem baj. Akkor csak nézek és mondom visszavonulok szépen. Erre már meg sem próbáltam ellőni magamat, mert biztos, hogy nem fog sikerülni. Akkor ezért megfordultam, mert faszom tudja. Megint belesítottam, gratulálok végyrek. Innen kezdődik a szopatás numero 2. Tehát kritikus sebzés, nyilván. Már megint belasítottam, jó mégse. Ott jönnek Rommel, vagy Rommel, Conquegor. Azt már meg sem próbáltam, mert úgyse fogok belőni, itt mondjuk pont lecsúsztam erről a fosról. Mondom, én naív, kimegyek, kigyulladok a faszba. Jó, oké, a mellé lövök, oké. Semmi probléma. Ez csak egy átlagos játék, tehát itt nincs semmi felbaszni való. Csak játszani kell, élvezni a tankot, stb. Kijön a Conquegor. Mégse jön ki a Conquegor, mert bolfasz vagyok. Figyelj! Lepattan vágod! Jó, semmi baj. Megint kicsit belegyorsítok. Megint elhittem magamról, hogy majd én itt. Belelőttem a földbe, bassz meg! Jó, semmi baj. Bárki előfordulhat. Hoppá, megint belesítottam, leszorom. Figyelj! Nem ért páncélzatot. Előttem a kupoláját. Ó, és most jön a konvé, a kedvencem. Figyelj. Szépen beszélzom. Még elszívtam egy cigit, megittem egy kávét. Hova a faszba lő? Jó, semmi baj. Ez. Bárki, hogy tényleg előfordul. Tehát ez annyira amatőr hibák, tehát ezek. És odafigyelése persze, nyilván. Figyelj. Sikerült ellőnöm a tankot. Vágod? Sikerült, geci. Én azt hittem, hogy a heréjémet a földhöz csapkodom örömembe, bazd meg. Eltaláltam egy tankot, geci.
Nézd meg, 1000 sebzésnél tartok, bazd meg. Itt 20 darab lőszer volt. 20 lőszer. Lepattantam, bazd meg. 20 darab lőszer volt. Hát itt már nem tudtam, hogy elsírjam magamat, vagy ketté töröm a combomban a billentyűzetet. Akkor azt, amit még szopatjuk egymás, hogy faszom tudja. Akkor szétszedik ezt a seggfejt. Oké. Akkor nézegelődök, hogy mi a fasz fog történni. Felszpotolódtam, rá rálövök, addigra már meghalt a faszba. Oké. Kiállok ide. Ha lesz tank, akkor eltalálom. Itt is fél órányi szélzeles hagytam neki. Ez ugye az izé mögött van. És itt úgy örültem, gec, hogy eltaláltam egy tankot. Na mindegy, tehát itt vége a csatának, köszönjük szépen. Akkor ugorjunk át a másik replay-be. Hát. Tier 6, IS 3, ebből semmi jó nem lesz. Jó, megindulunk, fasza. Itt volt 5 perc, mire ide felértem. Én még egy picit beletekerek, már még 5 perc, mire ide érek. Még egy picit beletekerek, mert még 5 perc, mire ide érek. Jó, mondom, ezt szét fogom kapni, ezt a tankot. Ágyi süllyedést, Nuku. Köszönjük. Jó, akkor belelőttem. Kivételesen az alfám fölé lőttem. Fasza. Jó. Akkor mondom, váltok pozíciót. A faszba kell. Ide beállok. És akkor majd felállok erre a fors, és akkor tudom majd lövöldözni az ellenséget. Ágyi süllyedés, megint mínusz. Belelőttem a földbe! Jó, semmi probléma. Tehát ez tényleg bárkivel előfordul, mint mondtam az előző replayben is, tehát ezzel már meg se lepődtem. Jó, akkor... Azt a kurva, belelőttem a tankba, Jézusom! Jó, oké. Akkor... Töltsünk. Itt már azt hittem, hogy elkezd, vagy ezért befejezi a szopatást a tank. 410-et lőttem bele 3-9-as alfával. Azt a kurva! Oké, fasza. Jó. Ha jól csinálom, akkor kövi lövése ki tudom finishelni ezt a szart. Ki tudtam finishelni. Király. Közben a hatos tank az hol penelt be? Ahogy ott penelt be. Oké, én kérek elnézést. Akkor itt gondoltam, hogy egy lövésezem a véket, és már töltöm a repesztrombolót a faszhornra. A KV2-vel ez még különösebben nem érdekel, mert úgyse fog beütni. Mondom. Itt töltök már egy órája. Itt a nashorn egyszer visszavonul. Én nem tudom, miért gondolt az, hogy visszajött nyugodtan. Beleküldtem 560-at. Mennyi az alfájának? Fosnak. 530. Azt a kurva. Én kérek elnézést. Akkor itt kiveszem még egyszer. De mögöttem van ez a kis fityma-fék. Aha. Figyelj. Kiveszem. Aha. Figyelj. Csat! A kurva anyádat! Tehát... Ha ezt a tankot kezded el húzni, akkor kétszer gondold el, hogy mi a faszt művelsz, mert ez egy szar! Ha sikerült elrendettelek, elretten... Tudod, mire gondolok, mert annyira felbasztam magam, hogy beszélni se bírok. Akkor örülök neki, tiszta szívemből. Mert ez a csata, illetve a tank, ez egy kibaszott vicc. Kösz, hogy végignézted, szia!